kicsit bölcső, minden lépésem volt a kontakos. A világ minden bizonyal, egy acélbuba lég. Keringet bennem a gondolat, mint kezem az álmomról lekapart rozsdát. Szorongatta, mint utolsó gályat a szakadék fölött. Akkor az eső énekelni kezdett valami rénk kihalt nyelven. Kamion zúgás, koldus nyögés kísérte a rákos vén lányok ablakai átszivágó Kossuth rádió. De a közönségüket volt az ének meg hamis. El is állt rögtön, mint a teremtés, dám pont én voltam a kotta. Azóta pezsgő tablettává olvad számban a pillanat. Feloldódott, mint halottban dialektusában. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendhagyó könyvhéten, rendhagyó Margó Fesztiválon, rendhagyó körülmények között. Bár hozzászokhattunk az elmúlt 2,5 hónapban nagyjából, hogy minden így zajlik, valószínűleg nem ez a legszerencsésebb módja annak, hogy bemutassunk egy könyvet és könyvekről beszélgessünk, de legalább ebben a formában el tudnak jutni a könyvheti könyvek az érdeklődőkhöz. A könyv is, amiről szó lesz, egy rendhagyó könyv, a Lehetnék bárki című kamaszoknak szóló versantológia. Tinos Azár könyvek kiadásában jelent meg, és az antológia szerkesztője, gondozója, ápolgatója, Péceli Dóra. Szia Dóra, sokat szia, szorra. Katalin, sziasztok. Életben. Én pedig Vincelér Katalin vagyok. A kötet nekem nagyon-nagyon sok kérdést hozott fel, amit nem fogok tudni, mint föltenni. Úgyhogy egy nagyon messziről induló általános kérdésem lenne. De hogy lehessen érteni a kérdést, előtte még annyi, hogy ez egy antológia tehát, 160 verset tartalmaz 112 költőtől, kortársak és kortalanoktól. A kortalan azt jelenti ebben az esetben, akit hagyományosan klasszikusnak nevezünk, tehát már nem élő költők is szerepelnek ebben az antológiában. Ami viszont a kötetnek a nagyon tiszta koncepciója, és így összehozza a kortársakat és a kortalanokat, az az, hogy olyan versek kerültek ebbe a kötetbe, amelyeket a szerzőik 30 éves koruk előtt írtak. Tehát van egy erős koncepció, van hihetetlen mennyiségű vers, gondolom Dóra a sokszorosát olvastad el ennek a 160-nak az elmúlt körülbelül egy évben. Igen, körülbelül egy év. Tehát, hogy amúgy is, de ennek kapcsán aztán pláne van egy hatalmas versolvasói tapasztalatod. Én magyar tanár is vagyok, és benne magyar tanárként is mindig felmerül, és amikor az antológiát végigolvastam oda-vissza sokszor, újra felmerült a kérdés, nagyon egyszerű kérdés, nyilván könnyű rá a válasz, mitől jó egy vers? Szerintem az első, amit lehet mondani, nyilván végtelen szempontja van, és könyvtárnyi irodalmat írtak róla, akkor jó egy vers szerintem, hogyha az önnön törvényeinek megfelel. Az a kiválasztott egy vers. Azért sokszor kérdezik, hogy hogyan lehet eldönteni például egy szabad versről, aminek most azért láthatóak az antológia alapján is reneszánsza van, vagy talán inkább nem is tudom, hogy milyen, mert annyira egyértelműen ez a fajta vers beszédszerű
más is más módon, de versbeszédszerű hullám uralja a kortárs fiatal irodalmat, de mégis ezeknek önmagán belül kell lenni egy ritmusának. És ezen lehet vitatkozni, hogy az a ritmus szerintem hogy működik jól, de ahogy dolgoztunk a szerzőkkel, mert vannak olyan versek ebben az antológiában, amik még például a kötetben nem jelentek meg. De olyan is van, amelyik már megjelent mondjuk folyóiratban, és mégis változtattunk rajta, mert én úgy éreztem, hogy az önnön törvényeim belül, akár a központozásban, akár egy-egy sorban nem úgy működik, mint a vers többi mondata, többi gondolata. A központozás nagyon fontos egy versben, akár van, akár nincs, akár az elején még van, aztán utána nincs, ennek mind-mind kell, hogy legyen oka. Ahhoz, hogy egy vers úgymond jó legyen. Talán fontos még kiemelni azt, hogy amit nagyon sok fiatalnak, nem feltétlen azoknak, akik a maguk az antológiában vannak, hanem aki elkezd verset írni, amit nagyon-nagyon nehéz megtanulni, hogy mindez, amit versbe veszel, versbe viszel, az az érzés, az a történés, az a gondolat, az valószínű mások fejében is megfordult valamilyen módon már. Ritka az, amikor az embernek olyan jut eszébe, vagy olyan történik, ami a világirodalomban még nem történt meg. Abban tud különbözni ennek az érzésnek, gondolatnak, vagy történésnek a létrejötte, hogy hogyan költözik az egy versbe. És ezt nagyon tudatosan kell ahhoz használni, ezt a tudást, hogy az ember költő megtalálja a saját hangját, és megtalálja a gondolathoz, érzéshez, történethez a formát a nyelven belül. Tehát azt el kell fogadni, hogy az érzések akkor is, hogyha vannak árnyalatnyi különbségek a szerelemben, mégpedig végtelen árnyalata van ennek, de ezt csak a nyelv tudja közvetíteni. Magát, az érzést, hogyha azt mondjuk, hogy szeretlek téged, és csak ennyit mondunk, az is lehet vers, de valószínűleg kevésbé lesz érdekes és jó vers, mint hogyha ez akár költői képekben van elmondva, akár ennek a tagadásával van elmondva, akár egy történetbe ágyazottan van elmondva. És hogyha a nyelv, ami hozzátársul, az végig gondolt, tudatos, és önálló struktúrákat képes létrehozni, önálló működő struktúrákat, akkor az szerintem egy jó vers tud lenni. Nyilván nagyon érdekes az, hogy mitől jó és mitől jobb egy vers, de mindig ugyanerre fogunk lényegében kiukadni, hogy az, aki ezeket a érzéseket, gondolatokat, történeteket versbe szedte, annak milyen a kapcsolata önmagával és a nyelvvel. Tehát például tisztában van-e azzal, hogy amit érez, az egyben univerzális és egyedi. És hogy csak és kizárólag azon múlik, hogy milyen lesz, hogy tudja önmagát és a nyelvet, és a harmadik, a költészetet egyénileg látni. Milliószor elmondtuk, hogyha olyan helyzetben voltunk, hogy ha valaki nem ismer verseket, ha nem ismeri az irodalmat, ha nem tudja, hogy mitől jó egy vers, akkor nem fog tudni valószínűleg jó verseket írni. Mert ez egy, hogyha most ez lehet, hogy egy kicsit triviális, hogyha egy papucsot kell készítened, de még sose láttál igazán jó papucsot, és nem tudod, hogy mitől jó igazán egy papucs,
mitől kényelmes, mitől nem megy tönkre, mivel érdemes festeni, akkor lehet, hogy egyszer-kétszer sikerül, vagy valamennyire jót csinálni, uh-huh. és ha nincs mögött ez a tudatosság, akkor el fog szállni az érzésvilág, amiből egyébként táplálkozhatna, amiből egyébként felépülhetnének ezek a versek. És szerintem ezért is nagyon fontos komolyan venni a fiatal uh-huh. költészetet, mert igen, gyakran az az intenzitás, amivel az adott fiatal költő megéli az érzéseit, az bizony segíthet, hogyha erre képes reflektálni, hogyha többinek a birtokában van. Uh-huh. És sok-sok mintát ismer ezek szerint. Igen. Uh-huh. Nagyon sokat segít, mert és nem baj, hogyha nem rögtön az első 10 versnél következik ez be, uh-huh. de azzal, hogy tisztában van azzal, hogy ez egy mesterség is, uh-huh. Uh-huh. ami ha nem is az összes versláb és versforma ismeretét követeli meg, bár szerintem sokszor jól jön. Én ebben egy picit konzervatív vagyok, én szeretem, hogyha valaki tud kötött formában is írni, de nem, és hogyha ezzel kísérletezik, az is nagyon tetszik, de uh-huh. ezt nem olyan könnyű elsajátítani. Uh-huh. Nekem ez azért volt fontos, amit most mondtál, mert ez a magyar tanári mi voltam. Hát ez olyan szubjektív, hogy milyen egy vers, meg milyen a jó vers, és akkor a vers egyébként meg az, amiben rím van, és akkor, hogyha nem rímel, akkor tanárnő az már nem is vers, de utána meg milyen hülyeség egy versről beszélni, mert az úgyis mindenkinek mást jelent, és akkor egy ilyen partalanságba lehet elfolyni. De amit most mondtál, az mondjuk engem megerősít abban, hogy nem, ez nem egy partalan beszélgetés. Tehát azzal együtt, hogy nyilván személyes a viszonyom, az versolvasói tapasztalatom, a pillanatnyi hangulatom, stb. Tehát sok-sok összetevője van annak, hogy éppen mit gondolunk valamiről, amit olvasunk, vagy amivel foglalkoztunk, de hogy vannak olyan szakmai csomópontok, amik alapján mégiscsak el lehet kezdeni. Tehát, hogy van egy közös halmaz, amiből el tudjuk indítani a beszélgetést, és aztán persze nyilván szerte ágazik minden olvasónak az olvasatát összeadva, de hogy nem egy ilyen az én legszebb érzéseimet öntöm itt versekbe, mert hogy ugyan nagyon fiatal költők is szerepelnek ebben, de hogy mindegyiknél, gyakorlatilag mindegyik versnél éreztem valami fajta szakmai tudást. Tehát, hogy ezek azért nem ilyen, nem is tudom, hogy kell ezt az ilyet nevezni, ilyen önképzőköri versek. Tehát, hogy ezek bőven túl vannak már a legfiatalabbak esetében is ennél. A következő dolog, hogy itt most a legfiatalabbakat emlegetem, de hát nem tudom, azt hiszem, hogy nem attól lesz kamaszoknak szóló egy vers, hogy egy kamaszkorú vagy majdnem kamaszkorú szerző írta. Mitől lesz egy vers kamaszvers, vagy kamaszoknak szóló vers? Mert ugye ez az antológia, ugyanúgy, mint a 3 évvel ezelőtti szívlapátod, ugye ez is egy kifejezetten kamasz közönséget megcélzó antológia. Mitől lesz kamaszvers szerinted ez? Ez akkor kezdett el bennem is letisztulni, amikor a szívlapáttal kezdtem el foglalkozni, mert szembe találtam magam azzal a problémával, hogy nagy költők, nagy verseiről azt gondolom, hogy 18 éves koromban, ha értettem is volna nagyjából, hogy mit tud esetleg nekem mondani, hogyha uh-huh. nagyon nagy erőfeszítéseket teszek, de igazából az csak egy szakmai értelmezés lett volna. Uh-huh. Tehát amikor megfelelek annak az uh-huh. elvárásnak, hogy ezzel most valamit kezdenem kell. Uh-huh. És én olyan verseket szerettem volna a szívlapátba is, és a lehetnék bárkibe is válogatni, amihez úgy gondolom én, hogy tud egy fiatal kötődni. Uh-huh. És ezek általában tartalmi, tematikai uh-huh. válaszok, és a családhoz, a városhoz, a faluhoz, vagy a vidékhez, az évszakokhoz azt gondolom, hogy és az ezek kapcsán létrejövő műalkotásokhoz tud kapcsolódni egy fiatal. Uh-huh. A szívlapátban nagyon örültem neki, hogy az utolsó ciklus, ami egy ilyen
ország, haza tematika volt. Ott nagyon nehéz dolgom volt, mert szerettem volna ott is vagy nagyon színes ciklust összeállítani, de ott mindig féltem, hogy belecsúszok abba, hogy én mit szeretek, most mit szeretek. És nagyon nehezen mondtam le olyan versekről, amik szerintem jobbak akár, mint azok, amik bekerültek. Tehát az mérce volt, hogy elég jó vers legyen, de le tudtam mondani arról, és ennél a kötetnél is ugyanezt történt, hogy volt olyan szerző, nem is egy, aki más versét is szerette volna, hogy bekerüljön, vagy inkább úgy mondom, hogy más versét szerette volna, hogy bekerüljön, mert ezt, amit írt, vagy itt én beválogattam, az egy viszonylag korai verse volt, és úgy érezte, hogy ő már attól nagyon eltávolodott. Nem egy ilyen volt. Hát itt nagyon gyorsan történnek jobb esetben ezek a változások. És aztán valahogy mégis meg tudtam őket győzni, hogy ez legyen, ez is legyen benne esetleg, mert nem szerettem volna azt se, hogyha teljesen egyenletes a verseknek a születési idejéből fakadó minősége. Tehát esendő verseket is szerettem volna beválogatni, olyat, amik megütik szerintem a mércét, tehát jó versek, a jó vers mércét, de ha, ami látszik az, hogy őt még akkor az is foglalkoztatja, ami már 2 évvel később, vagy más szinten, vagy teljesen más. És nehéz volt sokszor nekik ezt vállalni, és ez számítottam erre, tehát abszolút, csak nem tudtam, hogy mely verseknél fog ez előtérbe kerülni. És nagyon örülök, hogy végül belementek ebbe. Uh-huh. Jó látni, hogy valaki, főleg, hogyha 2 verssel tudott benne lenni, akkor mennyit változott pár év alatt a költészete. Nagyon, nagyon fontos tapasztalat ez, és azt kell tudni elengedni, hogy merem vállalni azt, hogy nem a legjobb versek vannak benne. Nem, csak valakitől igen, a fiatalok közül, sőt a úgymond kortalanok közül is, de legyen már lehetősége 30 év alatt egy költőnek hibázni, vagy nekem lehetett most lehetőségem, és ezt nagyon köszönöm a szerzőknek, hogy megmutathassam azt, hogy ez egy hosszú, bonyolult folyamat. A beszélgetésünk elején Keller Wessel Klaus Szerenát című megzenésített versét hallhattátok a Caesar's Bread előadásában. Most megszakítjuk a beszélgetést egy vers videó bejátszásával, Juhász Ferenc Reziborda, illetve Kafka Margit Huroki című versét nézzük, hallgatjuk meg Kovács Lehel, illetve Móroc Adrián előadásában. Juhász Ferenc Reziborddal. Ne sírj ifjúság múlásán, zúgó idő szárnyalásán, bárhogyan süvít. Húsos lombok mind elalszanak, huldogálnak, rőt harasztnak. Az öregség kövér hava mindent beborít. Férfikor jön ifjúságra, életed gyümölcsös ága, az is elvirít. Szirmát minden nap elejti, táncát bármiképp is lejti, évek rózsája a szélben, az is elvirít. Tedd hát, amit tenni rendel minden napod, türelemmel végez dolgait. Marad valami utánad. Ha nem marad, az se bánat, hörböld dúdolván a borod, ha a bor vidít. Nézd a rezihegy üstökét, zöld bozontját nyomja az ég, rengő erdeit. Ott ül esőboron állt a fején szikla koronája. Gőzoszlopok tömődnek a dús fellegekig. Paták kongatták a sziklát, társzekerek vasabroncsát nyögte a fahíd. A tornyokban őrök álltak, harskakasként kiabáltak, s döngött tuloktól, bivajtól a felvonó híd. Testőrök, lányok, szakácsok, íjászok, fürge lovászok sürgése volt víg.
Az udvaron szolgahemzseg, hangyamódra cipekednek, tömik a barbár szakálú várúr vermeit. Az erdőben vadfutása, sárga ebek csaholása, kürt búgott, őz ritt. Urak, vitézek, vadászok, szűzperzselő tobzódások helyét fölverte a gaz, ki veresen virít. Mint a szőrzet a hullából, serked a kőkoponyából a fű és sivít. Gazveri a csülök nyomot, nehéz kontyú kisasszonyuk, flórát csipegető kezét, könnyű lépteit. Múlandóság? Fene bánja. Csak így szép az élet. Hát ma éljed napjaid. Ne sírj ifjúság múlásán, zúgó idő szárnyalásán. Borod mellett hallgasd, szárnya csattog és süvít. Kafka Margit, Huraki. A lelked messze idegenbe való. Gyűrött, furcsa, öreg japáni lélek. Tettetve kies, mint szigetbeli tó, s a nagy, riadalmas, dús óceánnal titokszerűen egyé folynak a mélyek. Ha ott árbocatörten elmerül egy hajó, fölzeng itt halk buborékja színének, tükrözve torzon, döbbentőn, visszásan a hajót, a halált, a vihart, a tengert. Ez a lelked. Fürge, szomorú, apró mosolyod, halvány redője aranyszőt sejemnek. Sejmek, zizegők, rajzosak, nyugtalanok. Ideges ábrák kúsza gyűrűin át, félben maradt bús fényálmok kerengnek. Sok tipegő, finom ösztöngondolatod játékos és bölcs, mint a beteg gyermek. És mint a tarka, lágy, bőráncú sejmet, puhán, hízelgőn alakomra dobod a mosolyod. A te szerelmed gyümölcsfavirág, némán hajolva simítja az arcom. Hűs illat hálóban pihen a vágy, mint nagy, szélcsendes parti reggelek, mint lampiónos, felhős tavasz alkony. S én feledem, hogy itt ős lávalánk tikkat heveig minden sziromajkon. Ámen. Szólsz. S kivirítanak pici csodafák. Bűvész vagy. Bölcs vagy. Engem egyszer elveszt a te szerelmed. Ez két kortalan költőnek a verse volt, amit most néztünk és hallottunk. És egy, nagyon szeretem a számokat, csak egy kicsit beavatom akkor a minket nézőket a számokba. Szóval 160 vers, 8 ciklusba rendezve, az azt jelenti, hogy ciklusonként 20 vers, 81 kortárs és 31 kortalan költő verse, és a ciklusokon belül is nagyon kötött az arány, ugye 16-4 szintén a kortársak javára. Ha jól emlékszem, akkor 14 kortárs és 6 kortalan. Mielőtt a fiatalokról, a kortársakról beszélnénk, azt merült föl bennem kérdésként, hogy a már lezárt életművekből hogyan tudtál válogatni? Tehát, hogy van olyan szöveg, amit úgynevezett kanonizált szöveg, és borzasztóan erős a kötetben, mondjuk a József Attila téli éjszaka, de van olyan vers, amit én egyáltalán nem ismertem, mondjuk ez nem olyan nagy mérce, mert honnan ismernék én ennyi verset, de mondjuk például, hogy Babistól pont egy szerelmes verset, Babisról nem az jut eszünkbe, vagy a Radnótitól ezt a Kiskácsa fürdék című verset. Tehát a lezárt életművekből hogyan válogattál, hogy akkor az kerüljön be a kötetbe? Az utóbbi, a Radnóti Kiskácsa fürdik, az egy fordulópont volt egyébként a koncepcióban, mert először csak azt néztem, amikor elkezdtem olvasgatni hosszan azokat a köteteit a már sajnos nem élő költőknek,
hogy mi az, ami egy fiatalt megszólít. Tehát, tehát először csak ennek a nyomvonalán haladtam, és természetesen, hogy azok közül szerintem melyik elég ütős. És amikor megtaláltam ezt a Radnóti verset, amit én sem ismertem korábban, akkor hát vannak néha ilyen munka során ilyen kegyelmi pillanatok, akkor jöttem rá, hogy az barom érdekes lenne, hogyha olyan verseket válogatnék, pont a két kiemelt egyébként a legjobb példa, de azért van benne más ilyen is, ami a tematikailag sem kötődik annyira a szerzőkhöz. Azt sejtettem, hogy túl sok, úgymond az iskolai szöveggyűjteményekből való verset nem szeretnék betenni, de azért tudtam, köszönjük hogy... Köszönjük szépen, de igen, de azért azt is fontosnak éreztem, hogy ha úgy alakul, akkor még nem láttam. Egy éve beszéltünk egyébként a kiadóval először erről a projektről, hogy... Tehát, hogy nem az szerint haladni, de azt is érdekesnek gondoltam, hogyha van egy nagyon nagy vers, és 30 éves kora előtt írta a szerző, akkor abból is mutassak be. Tehát, hogy elvetni se akartam ezt a dolgot, de az, hogy törekedjek arra, hogy különleges versek legyenek benne, ezt a Radnóti kis verse hozta meg, pedig egy rövid vers, erotikus vers, szenzációs természetesen formában, ízes, szagos, de mégis annyira kis bukolikusan modern, vagy ja, modernű bukolikus, és ezt nagyon-nagyon megszerettem, ezt a verset. Aha. És az illusztráció is nagyon jó hozzá. Az illusztrációkról is szeretnék még beszélni, remélem belefér az időnkbe. Mindenképpen. Igen, tehát, hogy na, ez a Babics lepett meg, mert sok minden eszébe jut az embernek Babicsról, de az, hogy egy szerelmes ciklus, vagy egy szerelmi ciklus egy Babics versen kezdődjön, hát az így meglepett. Na, de már beszéltünk akkor arról, vagy érintettük azt, hogy ciklusok, ugye 8 ciklus van, nem sorolom el mind a 8-at, hanem most nézzünk meg a tájversek ciklusból 2-t, a szerzők előadásában Juhász Tibor és Lokker Dávid versét. Utolsó lobbanások. Az idősebbek naphosszat az árkok partján ülnek, és mikor felállnak, mintha valami mozogna a körülöttük lévő dombok fatörzsei közt, megdörzselik az arcukat. A többiek ugyanezt teszik, de ők néha egymáshoz is szólnak, majd visszaülve, akárha a csordogáló vízbe, telefonjaikba mélyednek. Szürkületkor az öregek behúzódnak, váltanak néhány szót, gyertyát gyújtanak, és lassan, ahogyan a cserjék kúsznak a sorsukra hagyott vikkent házak felé, aludni térnek. A fiatalok később követik hozzátartozóikat. Vetkőzni kezdenek, de mielőtt lefeküdnének, a szemükben felcsillanó remény utolsó lobbanásaival a megrövidült kanócokat figyelik. Tájvers. Egy tekintet halad át a délutánon. Ornyergén ablaküveg, előtte egy mező. Csikvarsának hívják, mert az emberek a háború alatt ide jártak itt csíkokat fogni. A réti csík egyébként egy aprócska hal, ami a mocsarakat kedveli. Nekünk már nem jutott belőlük. Kádárék az egészet lecsapolták, csak gyíkok maradtak, amiket néha összefogdostunk. Egyik nyáron az egyiknek kivágtam a szívét, hogy bátran tűnjek a lány előtt, akinek tetszeni akartam. De elismerés helyett csak elhányta magát, és 8 rég nem beszélt velem. Egy domb. Oldala szabad kézzel húzott derékszög. Itt zúgtam meg 12 évesen Arnold haverommal. Először nem akaródzott, de végül rávett, mert nem akartam egy gyáva köcsög lenni. Nem értük el az alját, már félúton felborultunk egy gyökérben. Akkor kurvára megijedtünk, de később, mikor inni kezdtünk, rendszeresen elmeséltük a többieknek, és nosztalgiáztunk egy kéztörésen. Egy hegy.
Tehát én először a szüleimmel voltam, mikor még testvéreim sem voltak, és nem tudtam, hogy a szeretet felülírja az osztás törvényeit. Később sátrazni jártunk ide a havarokkal, ami valójában borozást akart. Aztán évek múltán erre jöttem ide. Gondoltam, megmutatom neki felülről a gyerekkorom. Pitnikeztünk, és innivaló hián a szeret kortyolgattuk. Én 10 percenként a pólója alá nyúltam, hogy egyértelműek legyenek szándékaim, de neki nem volt kedve. Meglátnak meg hasonlók. Duzogtam kicsit, de végtére is egy jó nap volt. Tulajdonképpen azon lapon voltam erbe utoljára szerelmes. Azt hiszem, valami olyasmi történhetett, hogy ahogy a gyík lába is rúgott egyet, mikor a szívébe szúrtam az apámtól lopott snitzerem, úgy mi is boldogok voltunk. Még utoljára. Szóval nem sorolom el mind a 8 ciklust, csak néhányat, ugye alaptémái az irodalomnak, a gyerekkor, az ifjúkori identitás, szerelem, tájvers, évszakokhoz kötődő versek. Azt hiszem, hogy az eléggé fontos, hogy amikor találkozunk egy szöveggel, akkor legyenek valami olyan támpontjaink, hogy egy szöveget mégis nagyjából hová tudok elhelyezni. Tehát, hogy most nem biztos, hogy jó szó használat az, hogy sztereotípia, de hogy valami van a fejembe. Viszont aztán már tök veszélyes lehet, hogyha fölcímkézem. Akkor ez egy ilyen vers, és berakom a mögé, a címke mögé. És itt is az volt az érzésem, hogy több versnél, sőt a versek döntő többségénél, akár több ciklusba is elhelyezhetők lettek volna. Hogy megy ez a legózás a szerkesztő fejében, vagy nem tudom én, szerkesztői felületén, hogy akkor melyik vers hová kerül? Tehát hogy szerkesztődik meg magyarán a kötet? Hú, hát először még a ciklusok sincsenek meg. Tehát annyit tudtam, hogy amikor elkezdtem, hogy nem lesznek ugyanazok, mint a szívlapádban, csak részben. Ez volt, és azt sem tudtam, hogy hány lesz, és azt sem, hogy hány vers lesz egy ciklusban. Uh-huh. Annyit mondtunk ki előre a kiadóval, hogy körülbelül akkora lesz, körülbelül annyi vers lesz benne nagyjából, mint a szívlapádban, de hogy ez hány ciklusban és hány versel, és milyen arányban lesznek a kortalan szerzők, ebből semmi nem volt meg a legelején. Annyit mondtam, hogy azt szeretném, hogyha döntően az élő szerzők lennének benne, és én eredetileg egynegyedre gondoltam, aztán ez fölment közel egy harmadra a végére. Tehát én ilyen messziről indulunk, de most átugrok egy csomó stádiumot, ami nekem a legérdekesebb valószínűleg, hogy hogyan alakult ki. És de az, amikor eljutottam odáig, hogy 8 ciklus lesz, az egy, és hogy ezek mit foglalnak nagyjából magukban, akkor lehet igazán ennek sokszoros a verséből, vagy verseiből elkezdeni gondolkodni, hogy mi az, amit mindenképpen szeretnék, hogy benne legyen. Uh-huh. És akkor azt berakom valahova, ami nekem ott a legerősebb. És visszafele haladtam, mármint annyiban, hogy az évszakokkal kezdtem. Uh-huh. Mert hogy azt gondoltam, hogy az segít, nem jött össze, nem volt jó ötlet. Ugyanis azok a legkönnyebben vándoroltatható versek, hiszen olyan vers, ami csak a természetről szól, nagyon egyszerűen nincs. Legalábbis én még nem találkoztam vele. És akkor, ahogy szűkül a kör, illetve hát a körök, mind a 8, akkor egyszer csak kiderül, hogy jaj, még találtam valakitől egy nagyon-nagyon jó verset, de az viszont mondjuk pont csak az évszakokban van helye. Uh-huh. Tehát, hogy lehetne, aha, hogyha lett volna egy 9. ciklus, akkor uh-huh. azt oda bele tudnám tenni, uh-huh. de ebbe a másik hétben nem. Na most az már betelt, úgyhogy akkor onnan ki kell venni valamit, át kell tenni uh-huh. a gyerekkorhoz, uh-huh. vagy a városhoz, esetleg a vidékhez, vagy uh-huh. a tájköltészethez, és akkor ott megint mozdul minden. Uh-huh. Uh-huh. Nagyon, nagyon
nagyon-nagyon-nagyon megfeszített munkát igényel, főleg akkor, hogyha valaki őrült. Igazából ez sokkal egyszerűbb. Beszélsz? Igen, igen, én jó, magamról van. Rólam van szó. Jó, nehogy valamely ifjú költő magára vegye. Fontos figyelmeztetés. Tehát senki nem várta el tőlem, hogy azonos számú vers legyen a ciklusokban, és azon belül azonos arányú legyen a fiatalok és a kortalanok száma, senki. Tehát ez a saját magam által felállított csapda, amit ismét elkövettem, bár a szívlapát után megfogadtam, hogy nem lesz olyan szoros. Ez még, ha lehet, szorosabb lett. Nagyon szoros. És nagyon, és még az utolsó pillanatban is volt változás. A legcsodálatosabb és a legidegörlőbb és a legkockázatosabb így dolgozni. Nem bírtam elengedni, nem tudtam, képtelen voltam elengedni ezt, hogy egybe tartsam magamnak és másoknak is. Aztán majd meglátjuk, hogy legalább magamnak sikerült, úgy tűnik most a nyomda ideje alatt, és majd meglátjuk, hogy mit szól hozzá az olvasó, a sok olvasó. Szóval ez egy legózás. Tehát ugye úgy képzelem el, hogy akkor van ez a 160, tehát hogy így alakul, tisztul. Tehát van a fő koncepció, 30 év előtti versek, és akkor utána így tényleg, mint egy ilyen tészta elkezd így gyúródni, tehát egyfelől esik ki a szűrőn egy csomó vers, és aztán utána pedig egy ilyen nagyon szoros struktúra alakul ki. Igen, és akkor közben még tényleg az utolsó pillanatban is cseréltem verset. Az első két ciklusból fogunk most megnézni és hallgatni újabb három verset. Kemény Zsófi, Púrosz Leonidas és Seres Lili Hanna egy-egy művét a szerzők előadásában. Tulajdonképpen szeretnéd. A sorok között zöldről, pirosra és sárgára vált. És nem tudod, hogy a lámpáról vagy az őszről beszél. Add át magad a megvetésnek, az ellened irányuló félszavaknak. A hidegét bárhol érzed, a csalódása mindig éged. A szemek éksége megtévesztő, könnyen el lehet veszni benne, és hirtelen ott találni magad az elfelejtett gyerekkorában. A szársad kilebédjen és új, ahogy a kemény asztallaparc is, amire belülről firkál, mint az idézeteket régen alkoholos filccel, de már olyasmiket, amiket nem tudsz elolvasni. A két személyiségéből kettőt tagad. A család négy tagjából négyet tagad. A kompja elindult a túlsó part felé, ami nincs messze, átlátni odáig. De mégis, ahogy távolodik, integetsz, mert titokban szeretnéd, ha visszaintegetne. Drága kis húgom és anyám, mellettetek állok. Higgyétek el, nekem is fájt látni, hogy viselkedett a szülinapján apa. Az ajándék jógabérletet félredobva felsóhajtott. Nem már, bassza meg, tényleg erre kell költeni a pénzt. És ez tényleg megalázó, nem a szokásos hiszti. Most lehet nevetni, de én érzékeny és empatikus vagyok. Utálom, ha ölelgettek, igen, ez valamiért sajnos így maradt. De bárki mást meg tudok ölelni. Tudom azt mondani, ne haragudj, azt is, sír nyugodtan, nincs semmi baj. Sírni is tudok. És mondták már azt lányok, hogy mellettem voltak először nők. Nem úgy, ahogy felénk értik, hanem hogy magabiztosak, és szabadok. Pedig még szerelmesek sem voltunk. Jó volna megmutatni nektek, milyen vagyok kettesben egy lányjal. Különben az is probléma, hogy egy jógabérlet tényleg baromi drága. Illetve komolyan jogázni apát. És az is probléma, hogy a családunkban mindig a férfiak az okosabbak, ami aggaszt, mert ráerősít idejét múlt sztereotípiákra. Ezért egy kicsit haragszom is rátok. Ahol én élek, nem ilyenek a nők. Magabiztosak, vagy azzá tehetők. És a feminizmus sem csak az, hogy szabadon költhetik a pénzt. De hát úgy beszélek, mintha belennétek ide zárva. Félreértés ne essék, nagyon finomakat főztök. Ti már nem fogtok megváltozni, drága kis húgom és anya. Én sem fogom szeretni az öleléseteket. De ígérem, a házasságom más lesz. Nem válok olyanná, mint apa, és ha a lányomtól jógabérletet kapok, megölelem. Még ha jógázni végül nem is megyek el. Porcelánnal. Miért mindig a halottaidról? Miért nem a fiadról mesélsz nekem?
Miért a hiányok határoznak meg? Vagy mindenkit csak te még őszinte is vagy? Miért kérkedsz a körülötted settenkedő árnyal? Nem félsz, hogy egyszer beléd mászik? Vagy mocorgott már a bőrödön, és most azt hiszed, a szóval kívül tarthatod? Nem. Ne beszélj. Ne említsd. Csöndesedj el. Tudod, hogy a múlt nem létezik. Ne próbálj a szakadék szélén ujjaidra helyezett porcelántányérokkal egyensúlyozni. Engedd el. Azt is csak nemrég tudtam meg, hogy van egyáltalán fiad. Hány éves is? Hova jár? Tudja, hogy szereted? Túl kicsi vagyok még a múlthoz. A jövőre emlékeztes, kérlek. Ezzel a két ciklussal kezdődik a kötet, gyerekkor, család, ugye? Talán igen, ez nagyon fontos, az igen. Első ciklus mondjuk tematikai csomópontjának megnevezni, a második pedig, ami az ifjúkori identitás, ugye? Azt hiszem ezt igen, a hát kifejezést. Igen, ezt nagyon nehezen találtam meg, ezt a, hogy hogyan tudnám ezt a ciklust magam számára nevezni. Nagyon sokáig keveredtek a versek. Sőt, itt történt az, hogy az utolsó pillanatban két verset kicseréltem a két ciklus között. Kortársakat vagy kortalanokat? Kortársakat. Kortársakat cseréltem ki, mert jobban illett, mert eredetileg ez egy ilyen, ez volt a nagy massza. Tehát, hogy tulajdonképpen ugye erre a ciklusok nélkül erre az egészet föl lehetett volna fűzni. Hogy ifjúkor identitás, mert tulajdonképpen ez ennek a kötete. De ennek ellenére ezt a fogalmat, ezt már nagyon-nagyon későn találtam meg, és az nagyon átírta a ciklusokat, amikor ez meglett pontosan. Viszont nagyon jól ki tudtam válogatni, vagy nagyon igyekeztem kiválogatni, hogy ebből különítsük el akkor a gyerekkort, és akkor maradjon meg ez. De tény és való, hogy igazából ez a kötet maga, ez az identitás kereső olvasó és író, nekik szól, és ők írták akkor is, ha már nem élnek, és akkor is, ha élnek. Ez a lehet még bárki kötetnek az arszpoétikája tulajdonképpen. És ha lehetnék bárki sor, az tulajdonképpen egy vers sor, az nem is rendben a ciklusban van, ugye az a vers, ami a kötet címe lett végül is. Ez a Veszprémi Szilveszter egyik verséből van, amelynek az a címe, hogy az ecet muslicák elmenekülnek a széndioxid elől. Imádom ezt a címet, mint ahogy a lehetnék bárki címét is, amit nyilván elég lassan találtunk meg megint, nem annyira lassan, mint a szívlapátét, amit az utolsó pillanatban. Szerencsére ez már a munkának körülbelül felétől megvolt, és nagyon szerettem ezt a címet. Ez egyébként abba a ciklusba került, ez a vers, amelyik a negyedik szám szakilag, ahol különböző meghatározható érzések, érzetek, a magány, a kiszolgáltatottság szerepelnek. Úgyhogy azért ez is nagyon erősen kötődik ehhez az ifjúkori identitáshoz. Más kérdés, hogy ezekből sok aztán elkíséri az embert és a költőt is. Ja, igen, és az, hogy ugye ez emelődött ki címként, amiben ugye nagyon erős ez a feltételesség, tehát ezzel kezembe veszem a kötetet, aminek gyönyörű a borítója, és ez a cím. Lehet spoilerezni szerintem egy verses kötettel, ugye, hogy mi van a legvégén? Ez esetben mindenképpen. Nem annyira kínos, mint hogyha egy nagy regény, egy kriminek a végét mondanám el, bár ez is egy, azt gondolom, hogy egy nyomozás ez a kötet is. A kötet utolsó versének szerzője Vajna Ádám, nem annyira nyelvbotlasztó az ő versének a címe, az Oknigyár varrónője, ez az utolsó vers, és az utolsó mondata sora a kötetnek, hogy lesz-e valami. És nekem ez a lehetnék bárki, hogy lesz-e valami, gyönyörű szépen összecseng. Szerencséd volt, vagy azért tudatos, hogy ez került így a végére? Amikor állítottam össze a ciklus, ugye a szívlapátban a cikluson belül nem ABC sorrendben vannak a szerzők, itt sem volt szándékom ezt a módszert választani, és amikor már megvolt az anyag, vagy amikor azt hittem, hogy már megvan a teljes anyag,
akkor elkezdtem úgy összerakni a verseket, hogy mi az, amit mindenképpen szeretnék, hogy egymás mellé kerüljön, vagy egy ciklus végére kerüljön. Uh-huh. És kiderült, hogy olyan sok helyen stimmelne az, hogy ABC-ben működne, hogy úgy döntöttem, hogy mivel olyan szorosan is igyekeztem összeválogatni a verseket, hogy így viszont legyen benne egy kis, nekem is egy kis játék, és mivel szinte mindegyik vers oda került, amit én nagyon akartam a végére, mint például ez, vagy nyitó versként mondjuk a Babit szerelmes verse, ebből nagyon sok volt, és rájöttem, hogy és ez volt az első megkönnyebbülés is, hogy tulajdonképpen, hogyha ABC-be megy a ciklusokon belül a szerzőknek, vagy a verseknek a sora a szerzők szerint, akkor is meg lesz. Akkor is meg lesz, főként úgy, hogy szinte egy vagy két helyen kellett róla lemondanom, amit eredetileg akartam, és ugye a Szívlapátnál ott nagyon-nagyon kicentíztem, hogy szeretném, itt pedig inkább annyira szorosan válogattam össze a verseket, hogy sokszor egymás mellé kerültek olyanok, így is, amelyeket amúgy is egymás mellé tettem volna, vagy kezdő, vagy záró pozícióba, úgyhogy fantasztikus, ez egyébként fantasztikus élmény volt. Uh-huh. És hogy ez lett a vége. És ez lett a vége. Aha. És akkor utaltam már arra, hogy a kötet nagyon szép, jó kézbe venni, és nagyon erős a borítója. És ez megint egy illusztrált verses kötet, ugyanúgy, ahogy a Szívlapát is illusztrált volt, ugye ott Dániel András rajzai kerültek be, itt pedig az ifjak számát, tehát a kortársak számát még egyel növeljük, ő Locsmándi Mátyás. Igen. Hogy találtál rá egyrészt, másrészt pedig miért gondolod fontosnak, hogy illusztrált legyen egy kamaszoknak szóló verses kötet? Itt már nagyon-nagyon könnyű dolgunk volt, nem is vetődött fel, hogy ne legyen illusztrálva. A Szívlapátnál ehhez egy hosszú folyamat kellett, és nyilván, hogy úgy mondjam, az teljesen egyértelmű volt, hogy most meg se próbálnánk egy illusztrációk nélküli könyvet kiadni, annyira izgalmas lett a Dániel András munkája. Viszont az, hogy egy 30 év alatti grafikus legyen, aki dolgozik, ezen az megnehezítette a dolgunkat. Nem ismertük előtte személyesen Locsmándi Mátyást. A neten vadásztunk össze egy csapat ifjú illusztrátor jelöltet, és utána egy kicsit megpályáztattuk őket. 30 év alattiakat? Mind 30 év alattiak voltak, és néhány verssel kiválasztottunk közülük néhányat, és néhány verset ehhez kértünk tőlük illusztrációt, és a végén Matyira esett a választás, aki még nem csinált élesben versillusztrációkat, viszont annyira karakteres volt, és látszott, hogy annyira motiválja őt ennek a könyvnek az illusztrálása, amiben nagyban kiemelkedett a többiek közül, annak ellenére, hogy a többiek között is voltak, akiket nehéz volt elengedni. És nagyon-nagyon nagy élmény volt valakivel dolgozni, aki gyakorlatilag élet első ilyen nagy munkáját építi föl a könyvillusztrációk területén. Uh-huh. Attól tartok, hogy lassan vége az időnknek, úgyhogy ezt a beszélgetést majd folytatjuk, úgyhogy mielőtt az eseményt lezáró utolsó bejátszásunkat megnéznék, néhány operatív információt elmondanék. Amikor azt mondom, hogy folytatjuk a beszélgetést, arra a Nem Tilos Olvasni könyvklubba fog majd sor kerülni június 9-én és 11-én, egy kedd és csütörtök délutánon. A Tilos az A könyvek Facebook oldalán lehet követni ezt az eseményt, és ott fogjuk majd elmondani annak a versvideó pályázatnak a részleteit, ami ehhez a kötethez kapcsolódik majd, de hát remélhetőleg ez a leírás, a pályázati leírás majd sok helyen
hozzáférhető lesz. És akkor amivel lezárjuk a beszélgetést, hát illetve abba hagyjuk, mert majd remélhetőleg folytatjuk különböző on- és offline fórumokon, az újra a Caesar's Bread által megzenésített vers lesz, és ez pedig Eszenyi Fanni Anyám szoknyája című verse. Nagyon köszönöm Dórának a beszélgetést. Én is köszönöm, meg itt a kötetet. Nagyon köszönjük a figyelmet. Ez a program megnézhető lesz majd, gondolom, a Margónak a honlapján, és akkor várjuk a mielőbbi élő találkozásokat. Sziasztok! Szép anyám szokája Bordóbáson, reggelente, ha felveszi, megpördül, de így csak pár centire látni az anyag alá. Ott él egy város, szép anyám városában mindenki boldog, délutánonként boldog tanárok, boldog diákok szüleivel beszélgetnek. Kecsegtetünk továbbtanulási lehetőségekről. A szomszéd üzlet hátsó kertjében egy elégedett hentes vágja a sertéseket, nem visítana. Minden kereszteződésben rendőrök vigyáznak, a rendőrök apámra hasonlítanak, de többet mosognak is, kevésbé megviselt az arcuk. A műszakok után betérnek a sarkokon álló lángosozókba, egymás ellettem, csókolják feleségeiket, csókolják feleségeiket, csókolják feleségeiket. A házakon nincsenek függönyök, szép anyám szoknyáját leveszi, megtermed minden, a csalázó csalázom. Mozdulatlanná válnak, ilyenkor átöltöztetem őket. A városban nincsen éjszaka, és az emberek örökké élnek. Vasárnaponként templomba járnak, de a papjaik csak vicceket mesélnek. Szép anyám a megtéved, örög a Bordóbásod, a felnövök majd nekem adja, hogy a városát lelombálja, hogy a városom renoválja. De a szoknya folyton leesik rólam, bemenni nem lehet. Derék tájon egyre tágul, menekül előlem a város összes boldog emberi.